És a film egyik végső csúcspontja egy párizsi találkozás. Viszont fölmerül a kérdés, hogy ugye Gorbacsov és Antal József között a film elején egy moszkvai találkozásukat látjuk. Mennyiben tükrözik a valóságot ezek a találkozások? Már nem az, hogy a találkozás léte, hanem ami elhangzik itt, azok valóban így történtek-e? István, te ezeken ott vagy, mik az emlékeid? Hát nem így történt, ugye ez nagyon szépen fel van írva és látványosan, és én tényleg nem akarom a Gorbacsov érdemeit csökkenteni, de pont ez a párizsi találkozó, ugye ez a lelkesen, hogy, hogy igent mond erre a dologra, ez ugye nem történt meg. A Gorbacsov végig azt képviselte, hogy a Varsói szerződést csak és a NATO-val együtt lehet megszüntetni, és együttes megszüntetés után kell egy új európai biztonsági struktúrát létrehozni. A Antal tényleg Párizsba tett egy ilyen javaslatot, hogy jobban veszi ki magát, hogyha a Szovjetunió kezdeményezi. Tehát ezt nem Moszkvába tette, hanem Párizsba tette. Akkor ez elhangzott. A Gorbacsov akkor is ellenezte a dolgokat. Az más dolog, hogy tudjuk, hogy utána ugye 91 elején ugye megszületett a döntés, ugye július 1-jel szűnt meg a maga a Varsói szerződés, de nagyon ellenállt. Maga ez a párizsi találkozó, ráadásul egy inkább rossz hangulatú találkozó volt. Tehát a Gorbacsov, nekem az maradt meg, hogy nagyon is fenyegető hangnembe beszélt. Nekem az az érzésem, hogy addigra ő rájött, hogy azért nem úgy alakultak a dolgok, ahogy ő még tavasszal, vagy nyár elején gondolta, amikor a Bushsal tárgyalt. Tehát egy kicsit szerintem becsapva érezte magát. Most nyilván a film dramaturgiája szempontjából ez, ugye, ez így egy ilyen szép kerek történet, de nem így történt. Az kétségtelenül így volt, hogy az 56-os bocsánatkérést az egyértelműen nem akarta, és tényleg arról beszélt, hogy itt ugyan az 56 az pozitívan kezdődött, de hát utána aztán az egy ilyen terrorista gyilkosságokba fajult, és ugye ezen nincs mit átértékelni. Tehát igen. Azt azért tegyük hozzá, hogy viszont a magyar, orosz vagy magyar-szovjet megbeszélés megvalósult, hiszen akkoriban, vagy azokban a napokban voltak olyan tervezett megbeszélések, amelyek meg sem valósulnak Gorbacsov és partnerei között, tehát hogy Antallal leül, és akkor ez igazából megvalósul. És az is hozzátartozik a történelmi tényekhez, hogy a Vöröskereszt valóban háromszor kapott Nobel békedíjat, tehát ez sem, ez is igaz. Hadd kérdezzem meg, hogy mi a történetnek az utócsengése? A néhány szereplő itt előkerült sokszor, mondjuk Barna Sándor, mi lesz az ő sorsuk a közvetlenül a taxis blokkád után? Barna Sándort Horváth Balázs belügyminiszter felmenti a taxis blokkád után, de az érdekes a sorsa, mert rögtön másnap Göncz Árpád belügyi tanácsadójává válik. Tehát azt kell mondanom, hogy a fizetség az mégiscsak megtörténik. Illetőleg 1992-ben az Antal kormány javaslatára elfogadást nyer egy új rendőrségi törvény, és helyreállítja azt, amit a német kormány itt a túl demokratikusan, amire István is utalt, hogy egyszerűen a mi időnkben, tehát a taxisblokád idején a belügyminiszter nem volt jogállásban olyan helyzetben, hogy utasíthatta volna a rendőrséget, csak kérhetett. Kormány hozhatott határozatot, ezért is született az a bizonyos 3000-es határozat, amivel kapcsolatban a köztársasági elnök, mint főparancsnok azt igaz anulálta és megsemmisítette lényegében. Tehát 92-ben megszületik akkor már Boros Péter a belügyminiszter,
megszületik az a rendőrségi törvény, ami már lehetővé teszi a belügyminiszternek közvetlen utasításjogát, és nem tudom, hogy tudnak-e róla, de 93-ban a taxisok újra megpróbálnak egy blokkádot létrehozni, de akkor már rendőrség Boros Péter irányításával csírájában elfojtja ezt. Nem is lesz belőle egyébként országos hír, tehát gyakorlatilag akkor sikerül rögtön, ahogy a kezdeményezés elindul, ezt megakadályozni.